Jó reggelt kívánok! Önök az ATV rövid reggeli hír összefoglalóját látják 9 órakor. Üdvözlöm Önöket! Lezuhant egy repülő egy velencei légi bemutatón, az 57 éves pilóta azonnal szörnyet halt. Francesco Fornabájó nagyon tapasztalt volt, már több mint 2000 órát repült, ennek felét akrobata pilótaként. A legklasszikusabb trükköt akarta bemutatni, azt, hogy kikapcsolt motorra zuhan, majd a föld közelében fölhúzza a gépét. A mutatvány közben nem tudni miért, de lezuhant. A gép egy strandra esett, 5000 néző látta a tragédiát, a rendezvényt azonnal leállították. Mától lehet pályázni az új lakossági energiahatékonysági támogatásokra. Ezzel új háztartási gépekre, kazán és nyílászáró cserére lehet pénzt kapni. Első körben az elavult tüzelőberendezések lecserélésére lehet pályázni, akár 40%-os támogatást, maximum 650 ezer forintot lehet elnyerni. Az elérhető támogatás összege a háztartási gépcsere programban a gépek beszerzési árának 50%-a, maximum 35 ezer forint lehet. A pályázati feltételek és részletek az emmi.hu-n érhetőek el. Akár 2 millió forintot is visszakaphat egy átlagos devizahiteles. A pénzcentrum számolta ki, hogyan és mikor kaphatnak vissza pénzt az adósok. A 2 millió forintra azonban ne számítson mindenki, mert elég nagy különbségek lehetnek a visszatérített összegek között. Sok függ attól ugyanis, hogy melyik banknál van a hitel. Az árfolyamrés mértéke például minden pénzintézetnél eltérő, és a kamatemelési emelési gyakorlat is bankonként változó. Nem mindegy az sem, ki milyen futamidőre, mikor és mekkora összeget vett fel. Nem vonul ki a Raiffeisen Magyarországról, ezt a cég vezérigazgatója nyilatkozta a Napi Gazdaságnak. A cégvezető szerint nincs napirenden a magyar leányvállalat eladása a Raiffeisen csoportnál. Hozzátette, az első fél évben a bank minden üzleti szegmensben nyereséges volt. A vezérigazgató azt mondta, a nyereség ellenére komoly veszteséget kellett elkönyvelniük a kormány devizahitelesekkel kapcsolatos intézkedései miatt. A bank fő célja, hogy újra nyereségessé tegye működését, amit a cégvezető szerint 2016-ra tudnak majd elérni. Kiemelt téma lesz a közeljövőben Zoltai Gusztáv visszahívása a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriumából a Mazsi Hisznél. Erről Tordai Péter, a budapesti zsidó hitközség elnöke beszélt a Népszabadságnak. A korábban a Mazsi Hisz ügyvezető igazgatójaként dolgozó Zoltai tavasszal kényszerült távozni, a közelmúltban Lázár János miniszteri tanácsadója lett. A Mazsi Hisz részéről emiatt heves bírálatok érték, árulónak nevezték, írja alap. A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványnak Zoltai Gusztáv a Mazsi Hisz javaslatára és képviseletében lett a tagja, közölte Tordai Péter, aki szerint nem sokára biztosan szó lesz Zoltai esetleges visszahívásáról. Egyre népszerűbbek a bubik, vagyis a fővárosi közbringák, a hétvégén megdőlt a bérlési csúcs is, csak nem 6000-en kölcsönöztek bicikliket. A városban összesen 1100 bérelhető kerékpárban, vagyis szombaton egy biciklit legalább 6-an használtak, ők átlagosan 20 percet tekertek. A bubit szeptember 8-án indították el, azóta 3100 bérletet adtak el rá. Több tízezeren vonultak fel vasárnap New Yorkban a klímaváltozás elleni fellépés világnapja alkalmából. A szervezők szerint ez volt minden idők legnagyobb ilyen megmozdulása. A mintegy 310 000-es tömeg Manhattan központjában csaknem 3,5 kilométer hosszan vonult. Ott volt Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára, több politikus és ismert színész is. Az ENSZ-ben kedden kezdődik majd csúcs találkozó a környezetre veszélyes szén-gáz kibocsátás csökkentéséről, amelyen felszólal majd Áder János köztársasági elnök is. A csúcs találkozón várhatóan kialakítják a károsanyag kibocsátás korlátozásáról aláírandó egyezmény kereteit is. Ezek voltak az ATV reggeli hírei, híradóval legközelebb délben jelentkezünk, addig is szép napot, viszontlátásra!